És mi leszel, ha nagy leszel? Cigány leszek. Na nézze meg, itt az Émi helye fel van szerelve, de nincs otthon az élek, hogy nyissuk meg. Nézze meg. Burcsa Pista. Burcsa Belényi. Gábor Ruszú. Gábor Demeter. Az öregkócsa. Az öregkócsa. Burcsa Bandi. Burcsa Pista. Burcsa Márk. Burcsa Gabi. Burcsa Gabi. Nem illetve. Mi magyar cigányok vagyunk, magyar csángó cigányok. Magyar csángó cigányok. Azt az jelenti, hogy az volt édesapám, a folyadék neve Gábor volt, az apja is Gábor volt, a nagyapámnak az apja is Gábor volt. És ezek a Gáborok, ahogy mi vagyunk, a bojszos cigányok, hogy viselünk bojszot és kalapokat, mindig voltak 500 éve errefelé evel a viselettel. Ahogy lát bennünket most. Én mondtam, mi vagyunk 6-7 féle cigányok. Például mi vagyunk részművesek, a bádogos Gáborok. Akkor vannak kortorárok, vannak muzsikos cigányok. Ezek már úri emberek, akik muzsikálnak a vendéglégbe, tudják maguk. Akkor vannak, kérem szépen, ezek a körcseturák, ahogy látták maguk ezt a rézistékkel, sevel a tudományokkal. De ez nem eredeti ilyen cigányok, hogy mi foglalkozunk vele. És ezek is lopták ezt a mesterséget, csinálnak, de nem ebben néztek fel. Például édesapám abban a munkában nézt fel. Én ebben a munkában, részműves munkában néztem fel. Teszek rá a részport, a szalamiáksót, a borákszót, teszem rá, és csinálom a tízet, és forrasztom fel. Mikor felszabadult, hogy egybe volt a magyar, és a románság, elmentünk Mihály falán, Nagyvárad felé, és kértélyesen, és Diószegen, és Székelyhídon. Ha tetszik tűnik, merre vannak azok. Tudom. Mihály falán ott vannak a magyarok kételem. Hát nem tudták, hogy milyen emberek vagyunk. Nem mondták nekünk, hogy bádogos cigányok vagyunk. Nem is tudták. Tóth cigányok. Tótok vagytok. Tótok. Ugye már akkor idében, mikor mi jártunk, mikor én voltam fiatalok, csak ott tótok jártak. Bádogos. Én mondom a valóságot. Vannak így rész ezek a cigányok, aki így lássa maga ezek a szegény cigányok. Nem szeretnek semmit csinálni. Lusták. De a rendes ember gondolkozik, máma megkereste azt a 200 lejt, mondjuk román lejt, 200 lejt, vagy mondjuk 200 forintot. És
azt mondja a feleségének, igen, már mind a kettőt nem tudjuk elkíteni, csak százot, száz maradjon, már holnap lehet, hogy leszek beteg. Nem tudok pénzt keresni. Mit veszel elé? Mind a kettőt már elkíteni, az lehet elkíteni. De ez a baj, hogy nehezen tudják az emberek spórolni a kicsi pénz. Van elkíjának, hogy tudja, nem vevédik készre rajta kétséges tudományok. Ezek szegény cigányok, szegények, lusták, sok gyerekek vannak. Be tudom bizonyítani magának, és magának, a kedves fiatalembernek, hogy 500 éve, egy fél millió esztendeje, hogy itt vagyunk, térségesen, itt nyárat Karácsony falán. Gábor Bánó, az volt a régi nagyapánknak a nagyapjája. Gábor Bánónak volt négy fia, ami meg tudom mondani névre. Ha akarják, megmondom, hogy Gábor Bánónak hány fia volt, és hogy hitták azt a fiakot. Volt kérem szépen a nagyobbik fia, Ruszu Bánnak a származatja ez. Gábor Tócsinak hitták, én volt a nagyobbik fia. Akkor volt az én származottom, ezek négy testvérek voltak, csak aztán minden családból, hogy ki ért ki. De ezt tudni? Például maga kicsinált az énekapja, az anyuká, nem? Akkor a másikot igen. Gábor Gábornak volt két fia. Nagyapám Gábor Bánó, és volt az öreg Tondor bácsi, Gábor Gábor. Annak csak két fia volt, és öt lánya. De a lányokat hagyjuk. A családok, fiai. Azoknak a feleségek, a lányok, azoknak a férjek, a gyerekek, unokák, dédunokák, 360 személy volt az öregnek, ami az éttestből eredett. A fia, a veje, azoknak a gyermekek, unokák, s az unokáknak is már voltak gyermekek. Észre lettek számolva, 362 személyből állt. Az öregnél, amit tartózkodott. Ezelőtt 200 évvel a cigányoknak nem volt semmi házuk. Így voltak a sátorlapban, a szekerek, és így mentek. Húztak a falu végébe, két nap, három nap, ha zavart a milícia, mentek tovább, a rendőrség, ha zavart, mentek tovább. Nem volt lakása. Így van. Da. Eltelt 160-170 éve ennek, hogy kezdték az első házokat a cigányok építeni. És hogy házba lakjon. Hogy házba lakjon. Így van. A többi ezer is, de gondolja meg, cigán, hogy itt a faluban létezett, az első cigán, kinéztem az archívába a térvényszéken. 515 éve, hogy volt az első cigán itt nálunk Karácsonyfalán. Gábor Bánó. Onnantól errefelé származott az összes cigán, ami létezik. Például lesz, nézze meg, tényleg van csinálva. Ez az aja lett kilén csinálva, ez lett kilén. Azért lett ez így csinálva, mert például úgy adta ki az anyagot. És aztán ez, hogy legyen meg a kicsi minőségnek, ezt húztuk fel, és tették farcba. Ez farcolás. Ezek a kalapok is Magyarországon csinálják. Debrecenbe. Debrecenbe, igen. Nehogy gondolja, hogy itt nálunk csinálják a Romániában. Onnit. Hát de mióta a cigányok vannak cigányok, hordozták a bajuszot. Mi a mi divatunk nem hagytunk el. Mi csak úgy vagyunk, ahogy voltak az öregek, s ha mi hátrább hagyunk a fiúknak, ők is csak úgy lesznek. Ha. Volt ilyen, akinek volt 10 gyereke, de a folyadék neve Gábor volt. Akkor van a másikféle nemzet, hogy Burcsa, s aztán így Burcsa, és minden, a folyadék neve Burcsa. Vannak rostások. Na ezek a rostások, ezek kicsit mi nem vegyünk evel a rostásokkal össze. Ez így van, mint... Vannak ezek a házi féle cigányok, hogy mi nem vegyünk vele. Már 7-8 féle cigányok vagyunk. És a házi cigányok mit csinálnak? Miből élnek? Ez a házi cigányok ezelőtt a kommuniszt idébe, már egy kommuniszt idébe születtem, és errefelé sok, csak most lett ez a demokrácia. Ez vályogoló cigányok, csinálták a téglát.
kimentek valahol egy falu végére, megvették, kivették a néptanástól egy apróbálás, hogy itt ezen a hegyen túrják és csinálják, csinálnak téglát, cigántéglát, és eladták az embereknek, aki építettek. Ebből éltek a házi cigányok. Mi például, mi Gáborok vagyunk, mi foglalkoztunk rézműves munkával, pálinkafőzéket, ordafőzéket, rézistéket, firdékazányokat, mindenféle munkából csináltunk rézbill. Akkor bádogos fedésekkel és csatornákkal. Késztünk az első nemzetek a cigányok kész a Gáborok. Aki például maguk is tudják azt, maguk is tudják ki az első rangú nemzetek. Nálunk a nemzet a Gáborok, az első nemzetek. A második nemzet jönnek a Burcsák. A Burcsák. Aztán ez a rostások, ez egy utolsó nemzet, ez egy ilyen. Ez mi nem vegyünk vele egyát. Hát az anyanyelvem nekem, én cigányok. Cigán. Én tudok imádkozni cigányul. Magyarul, már megtanultam, és románul. Itt van, hogy beszélnek? Itt kezdtem a családot cigánul beszélni. Aztán jönnek a kicsi gyerekek, aki járnak az iskolába, azokkor már magyarul beszélik. Mikor egyben vagyunk gyűlve, a két fiam, a három vejem, a családok, így a nagy, cigánul beszélik vele. De vannak a többi a gyerekekkel, aztán magyarul beszél. Itt a faluban egyáltalán a kalapos cigányok, akik a bojszot és kalapot viszelnek, nem házasodtak magyar emberrel vagy román emberrel. Még másfajta cigányok. És például a szomszédban magyar, magyar lakik, ott magyar lakik. És össze is járnak? Igen, itt a szomszéd asszonyom nálunk. Mikor így a merekkel, és kihagyunk, amit kell készíteni nekik, az emberek, a hazai kész az emberek. Még a Jóisten úgy segített minket a cigányok, azok most jobban viszik, mind a magyarok. A magyar nék jönnek dolgozni nálunk. Most is asszonyom. Ennyi valót csináltad. A Burcsák Avril, Zizban. Régebb univerz volt, már a cigányok mentek, nem számít dolgozni a magyaroknak. 7 vagy 8 féle cigányok. Mi vagyunk a Gáborok, részműves emberek, Burcsáik, részműves bádugos emberek, akkor van téglaveti cigányok, kosar, akik csinálják a kosarakat, muzsikos cigányok, vannak ezek a lepedés cigányok, vannak ezek a, ahogy vannak Sztreháján, szakállósok, vannak ezek a, aki viselik a szakállus a korba, a kortokban laknak most is. Így, hogy mi tudja azért, ami cigán, cigán, de mi minden cigánnal nem foglalkozunk. De miért nem leszel? Nem akarom. Hát mit akarsz legyél? Mester. Mester? De milyen mester? Milyen mester? Milyen mester ez a kopa? Isten szárminás, én nem finnek, hát nem úgy mondani. Te apád azt mondta, hogy mikor nagy leszel, vagy lakatos mechánik leszel, ilyen lakatos, vagy egy irodabeli ember, vagy egy taxis, sofőr, valami kell, hivatalos munka. Azt mondta, hogy én nem engedi meg neked, hogy legyél cigán, mint apád. Jó? Jó.